sertés ágazat helyzete, mosdókagyló alá rejtette, kevesebb lesz az idén a dinnye, 10 éves a konyhakert program. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 9-én 18 óra 5 perckor. Domján Sándor főmérnökkel beszélgettünk arról, hogyan is áll most a sertés ágazat, hiszen hallunk híreket, hogy emelkednek az átvételi árak. Köszöntöm nézőnket, Domján Sándor főmérnökkel beszélgetünk arról, hogy hogyan is áll most a sertés ágazat, hiszen hallunk híreket, hogy emelkednek az árak, átvételi árak is. Ön hogyan látja belülről ezeket a dolgokat? Hát a sertésnél megmaradt a ciklus, annyi változással, hogy hektikusabb lett, és gyakoribbak az árváltozások. A sertés nagyon megviseli a takarmányár növekedés, mert ugye sokszor beszélgetünk arról, hogy a kenyér meg a liszt mennyibe kerül, de ne felejtsük el, hogy a sertések abraktakarmányfogyasztók, tehát ugyanúgy az árpát, a búzát, a kukoricát, napraforgó mellékterméket, szóját, aminek az egekben van az ára, fogyaszt a sertés, keverik takarmány formájában, és hát gyakorlatilag az elmúlt két évre visszatekintek, 81-es terméknek 100%-os áremelkedés tapasztalható. Ugyanez a sertés, élő sertés árában nem jelenik meg, hiszen most volt egy pozitív kilengés, két hétig 620 forint volt a sertés, most pedig újra 500-520 forint az élő sertés ára, tehát ez ugyanúgy kockázatossá teszi a sertéstartást, mint eddig volt. Nagyon oda kell figyelni a hatékonyságra, mert nagyon könnyű mínuszba menni a sertéssel. Szerencsére a vidékünkön ugye továbbra is működik az OSAN háztáji programja, amiben vesznek részt gazdák. Az ebbe dolgozó gazdák, azt nem mondom, hogy hú de jól keresnek, de nem veszteségesek, és van egy biztos, jól kiszámítható piacuk. Ugye utána ez a hús a húsboltokba kerül, ott is, és azt mondom, hogy a kormány helyes döntése alapján a comb azért még mindig egy ársapkával rendelkezik, de a többi sertés hús árát pedig a fogyasztók szabályozzák be. Fővárosban drasztikusan elszaradtak az árak egy ideig, de nem vették meg a vásárlók. Itt vidéken ez nem volt jellemző, tehát volt egy szolid áremelkedés, ennél többet nem tolerálnak a vevők, már csak azért sem, mert itt azért még mindig van háztáji vágás, levágják otthon. Azért, hogyha visszagondolunk 15-20 évvel ezelőtthöz képest, azért annak a 20-30%-a van meg annak a mennyiségnek, amit akkor itt azért a gazdák, hiszen az utcákban, ha elment valaki, nem nagyon volt olyan polt, ahol nem tartott valaki egy-két sertés saját használatra. Igen, ez így van. Hát sőt, abban az időszakban, amikor Magyarországon 10,5 millió sertést állítottunk elő, akkor csak maga a Karcag városából 100-110 ezer hízó ment el évente háztáiból. Ebben nincsenek benne az akkori nagyüzemek háztáiból, hiszen egy komoly kiegészítő pénzkereseti lehetőség volt. Az élelmiszerben ugye most az orosz-ukrán háború kapcsán itt látjuk újra a különböző embargós intézkedéseket, inkább erre jelenteni, hogy öngyilkos intézkedéseket, de már ha csak 2014-ig megyek vissza a krími válságig, ugye akkor is voltak embargós intézkedések, és folyamatosan, hogyha megyünk vissza, különböző embargós intézkedésekkel próbálták sújtani Oroszországot, ami például azt jelentette, hogy a hazai export sertéspiacnak egy jó részét kvázi elvették tőlünk, mert az embargó miatt mi sem szállíthattunk. Megpróbálta a húsipar ezt helyettesíteni, hiszen így lépett be Dél-Korea, Kína, Japán erre a piacra, viszont ezek a piacok a diszolgók csak egyes részeit keresik. A többit nem. Az úgymond a nagy orosz piacra, de el lehetett adni. Akár az élősertést is, de feldolgozza minden darabját. És hát ugye ezek az embargós intézkedések azt hozzák magukkal, hogy aki ellen embargót hirdetnek, az elkezdi fejleszteni a bizonyos ágazatát.
Lásd búza, ugye megint ukrán és az orosz búza, ha kiesik a világ élelmiszer körforgásából, akkor azon a 30% hiányzik. És jellemző ez már a sertésben is, hogy megcsinálják. Vagy, mint a legnagyobb sertés húsfogyasztó Kína, nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de nem véletlenül jelent meg annó az afrikai sertéspest is, hiszen Kínában 9-10 emeletes sertéstelepek voltak. Tehát ezt is kevesen tudják, és odavágtak nekik, talpra álltak, csinálják, vásárolnak is. Köszönjük szépen, ha az embargó miatt valaminek olcsóbb az ára, akkor ők is olcsóbban vásárolják meg. Vagy ha szintén az embargók miatt egyedüli vevők lesznek, akkor már ők dirigálnak a piacon. Nagyon sokrétű, nagyon sokoldalú ez. A hazai sertéshús fogyasztás bármikor ki tudja elégíteni a magyar mezőgazdaság. Itt inkább az export hiányzik, amiatt, hogy mesterségesen belenyúlnak a piacainkba, illetve nem egyszer kell versenyeznünk mondjuk egy brazil sertéssel, ahol nulla állatvédelmi rendelkezés, nulla környezetvédelmi intézkedés, nálunk pedig helyesen ezeket a dolgokat, ezeket a szempontokat szem előtt kell tartani, be kell tartani. Ezek azért drágítják ám a termelést, lényegesen drágítják a termelést. És aztán megjelenünk mindketten ugyanazon a piacon, egy jóval magasabb, illetve egy jóval alacsonyabb költségére leállított sertéssel. Tehát míg náluk a hatékonyság nem olyan fontos, nálunk nagyon az. Viszont térjünk vissza egy picit itt a határa, hiszen azért a takarmányt is elő kell állítani. Ön szerint biztosított lesz ennek a megcsökkent állománynak a takarmány idén? Természetesen persze, tehát katasztrofális asszályos körülmények között is megtermeljük a hazai fogyasztást, legyen az humán, legyen az állattenyésztés, ugye nem csak a sertés abrak fogyasztó, hanem a baromfi ágazat zöme is, sőt már ugye a kérődzőknél is jelen van a takarmányban az abrak, ugye ahhoz, hogy sok tejet adjon egy tehén, nem elég a genetika, nem elég a jó tömegtakarmány, ott van egy abrak kiegészítés is, de éppen a kormány intézkedéseinek köszönhetően, ami az árat ugyan nem tudja szabályozni, hiszen nem várható el az, hogy egy magyar gazda csak azért kevesebbet kapjon a búzájáért, kukoricájáért, mert a hazai igényeket ki kell elégíteni, tehát az árat nem befolyásolva, de a mennyiséget, az exportot igen korlátozva, mindaddig a mértékig, amíg biztonságos marad a hazai előállítás, tehát ez a rendelkezés szerintem jó, hiszen ha hiány van, az egy újabb árfelhajtó hatású lenne, és ez így elkerülhető. A tiszafüredi sértett néhány pillanatra hagyta csak őrizetlenül a kerékpárt, aminek kosarában egy táblagép volt. Egy helyi lakos tett bejelentést a tiszafüredi rendőrkapitányságon, és elmondta, hogy 2022. május 29-én a helyi vasútállomás kerékpár tárolójában néhány pillanatra hagyta őrizetlenül bicikliét. A bringa hátsó kosarában egy táblagép és egy esőkabát volt, amit ismeretlen személy magával vitt. A bejelentés követően a rendőrök adatgyűjtést és kamerakutatást végeztek, aminek eredményeként azonosították a 41 éves feltételezett elkövetőt. A férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgattak. A terhelt nem tagadott, elmondta, hogy az értékeket a vasútállomás környékén elrejtette. Az egyenruhások egy használt mosdókagyló alatt találták meg az értékeket, amit a tulajdonosnak visszaadtak. Várhatóan kevesebb dinnye terem idén, de a belföldi fogyasztást ki tudják elégíteni a termelők. Az ültetés még nem ért véget, de becslések szerint 20-30%-kal zsugorodhatott a termőterület. A kereskedőknek ezért azt javasolják, hogy kezdjék el idejében az egyeztetéseket a zökkenőmentes áruellátás érdekében. Az árakról nem közöltek pontosabb becslést, de azt már most tudni lehet, hogy a termelési költségek jelentős emelkedése 30%-nál nagyobb áremelést is indokolhat. Az egyesület abban bízik, hogy a dinnye ennek ellenére elérhető termék marad, de a gazdák, mint írták, olyan árat kell kapniuk, hogy megérje folytatniuk a munkát. Ha nem így lesz, akkor szerintük a következő években újabb visszaesésre kell készülni. A dinnye szezonig nincs sok hátra, a sárga dinnyét már a jövő héten elkezdhetik szedni, ha jó lesz az idő. A boltok
Azokba várhatóan június második hetében jutnak el az első szállítmányok, tették hozzá. A Konyhakert országos program az otthoni kertművelés értékeire irányítja a figyelmet. A program célja, hogy a kertek versenyével a kertművelés hagyományait megőrizzük, a kertművelő embereket, az ő kitartó munkájukat megbecsüljük, és példájuk egyre többen műveljenek konyhakertet. A program 10 éves, televíziónk vendége Sári Kovács Szilvia. Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióba Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony, a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei programnak az ötletgazdáját, házi asszonyát. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Ez a program ides tova 10 éve működik, és ennyi idő elteltével már érdemes arra, hogy számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 10 évben. Annak idején hogyan született meg ez az ötlet? Hogy pattant ki a fejéből? Igazság szerint az volt az indítató ok, hogy egyre kevesebben művelnek kertet, egyre több kert van elhagyatva, egyre többen nem használják ki azt a lehetőséget, hogy otthon megtermeljék saját maguknak, családjuknak a zöldségek, gyümölcsöt, és rossz volt látni ezeket az elhagyatott, felgazosodott, gazdátlan kerteket, és úgy gondoltam, hogy valamit tenni kell. De ha csak beszélünk róla, akkor azzal mindenki egyetért, mindenki bólogat, hazamegy, és nem történik semmi. De ha versenyre hívom az embereket, akkor úgy gondolom megmozdul valami, hiszen az emberekben benne van a gyermeki én, szeretnek versenyezni, játszani, és úgy gondolom, hogy talán büszkék is arra, amit otthon a kertben megművelnek, ahogyan a kertjüket művelik, és talán szeretik is megmutatni azt. És ez egy versengés kapcsán nagyon jól megmutatható, és így ösztönözhető az is, aki ezzel eddig nem foglalkozott. És valószínűleg ez talált is, ez az ötlet, hiszen első alkalommal 2012-ben, amikor meghirdettem Karcagon ezt a programot, 22 lelkes nevezőnk volt Karcagról, és aztán a szakma kérésére és biztosítására és visszaigazolására elindítottam országosan is ezt a programot, és már ebben az évben 10. alkalommal van országosan meghirdetve. Hát nyilván Karcagon 11. alkalom, amikor mindenki nevezhet a kertjével. Ugye megváltozott a világ annak idején, a dédszüleink, nagyszüleink idejében természetes dolog volt a háztáji, a kis konyhakertnek a megművelése, és onnan került be a konyhaasztalra mindenféle egészséges alapanyag. A mai világban már ez ugye nem annyira jellemző. Akik most, illetve az elmúlt években, a kezdetekor neveztek a versenyre, mi volt jellemző? Főleg olyan családok, akiknél ez már régen hagyomány volt, vagy voltak olyan jelentkezők is, akik most csöppentek bele, és elhatározták, hogy megművelik a kis konyhakertjüket. Igazság szerint a program nagyon jól működött, és hozta azt, amit elvártam tőle, hiszen első körben azok jelentkeztek, akik tradicionálisan gyerekkoruk óta 20-30 éve művelik a kertet, és gyönyörű kertjeik vannak, és büszkék is rá, és mernek is nevezni. Aztán szélesedett a kör, azok is neveztek, akik eddig nem neveztek, bár régóta művelik a kertjüket, és megjött a bátorságok ahhoz, hogy meg is mutassák azt nekünk, és elkezdtek büszkék lenni a kertre. És ahogyan ez a folyamat elindult az a folyamat is, hogy a szomszédok, főleg a kertszemle alkalmával rákérdeztek, hogy mi az a sok látogató a kertben. És amikor elmondták, hogy miért vannak ott a zsűri tagok, akkor elgondolkodtak rajta, sőt olyan is volt, aki a zsűrizés alkalmával jelentkezett be a programba, több olyan településről is hívtak zsűrizés közben, hogy most akkor mit csináljanak, hiszen a szomszédasszony is akar jönni. Mondtam, hogy semmi gond, van egy A4-es lap, töltsék ki, vegyék fel az adatait, és nézzék meg az ő kertjét is, nehogy valami sérelem érje a szomszédot. Így aztán elkezdtek vagy irigységből, vagy bizonyítási vágyból, vagy kíváncsiságból, de érdeklődni a program után, a lehetőség után, a kertművelés után. És bizony a kertművelőknek újabb feladatuk lett, hiszen nem csak a kertjüket kellett művelni, hanem az újonnan érdeklődőknek tanácsokat is kellett adni. Hamarné Marika néni itt Karcagon számolt be elsőként arról, hogy már szinte minden szomszédja érdeklődött a kert után, és nagyon sokan el is kezdtek kertészkedni az ő példájára. De tulajdonképpen tényleg meghozta a program
azt a lehetőséget, hogy más is kezdjen el kertet művelni, érdeklődjön utána, és legyen igénye arra, hogy saját magának termeljen zöldséget és gyümölcsöt. Ennek példájára és ennek mintájára elkezdtem a statisztikát gyűjteni, megkérdeztem minden évben, hogy hány embert vonzottak be ebbe a programba. Akik persze nem is neveztek a kertprogramba, de elkezdtek kertet művelni. Vagy kialakítottak egy kertet, vagy pedig kigazolták. Vagy a rendezett kertben, díszkertben kialakítottak egy kis zöldséges részt is. És nagyon érdekes, a sok kicsi sokra megy elv mennyire dolgozott. Ebben az évben, illetve 2021-es záróadatot tekintve közel 42 ezer olyan kert van, amit az elmúlt években, és ez nem teljes ez a felmérés, hiszen 2015 óta érdeklődök ezután, 42 ezer kert van, amit létrehoztak, vagy kigazoltak, de elkezdtek benne konyhakertet művelni. Ez nem csak egy hasznos program, hiszen barlagon heverő konyhakertek, gazdos konyhakertek itt most új életre keltek az elmúlt évtizedben. Egészséges is, hiszen mozogtak a kertben, de úgy gondolom, hogy ennek nevelő hatása is van a fiatalabb nemzedékre, a fiatalabb generációkra. Mi a jellemző? Bevonódtak ebbe a versenybe, munkába a fiatalabbak is? Teljes mértékben bevonultak. Kezdetben azt hittük, hogy a gyerekek nem vesznek ebben részt, és a fiatalokat nem érdekli. A kertművelés el vannak foglalva a számítástechnikával és minden más egyébben, de ez nem így van. A legkisebbektől kezdődően a 2-3 évesektől egészen a 20 évesekig mindenki műveli a kertet, és egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekek körében. Mutatja az a számadat, hogy tavaly 2057 kertnevezőnk volt, és a legtöbb közülük bizony 18 év alatti, illetve 20 év alatti fiatal. Hogyha összegezzük az eddigi résztvevőket, akkor elmondhatjuk, hogy 25.770 nevezőnk volt ez idáig, és több mint a fele, majdnem 18.000 20 év alatti. Tehát a nevelő hatás érződik, hiszen ott vannak a nagyszülők, a szülők mellett, és ami talán a legfontosabb, hogy az óvodák nagyon aktívan részt vesznek ebben a programban, mellette természetesen az iskolák is, de főleg az óvoda az, ami a nevelő hatást talán a legjobban kifejti, hiszen az a gyermek, aki óvodában kert közelben nő föl, az óvodában is kertet művel, az óvónénivel, dadus nénikkel, az iskolában is rá fog arra kérdezni, hogy és kert van, nincs, viszont hazamegy, otthon kötelező lesz kertet kialakítani, így aztán nem lehet azon csodálkozni, hogy amikor egy óvodai jelentkezési lapot megnézek, akkor bizony ott ilyen közel 100 a bevonzás a kert kialakítást illetően, hiszen minden gyermek hazamegy, és mindenkinek kertet kell otthon kialakítani, ha még eddig nem volt. Tehát én úgy gondolom, hogy így igazán lehet népszerűsíteni a kertművelést, és a gyerekekbe beleoltani a föld, a kertművelés, a kertészkedés szeretetét. És működik náluk. Szívesen csinálják a középiskolások is, a kamaszok is, érdekli is a kertművelés őket, és nagyon büszkék arra, hogy ők mire képesek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!